Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. A gyermekosztálynak gyűjtöttek, gyümölcsöt, csokit, játékot és pénzt is adományoztak a motoros polgárőrök. Hamarosan kezdődik a csomagosztás Szekszárdon, közel 6000 forint értékű ajándékot kapnak a 62 éven felüliek. Csocsóasztalt vettek a diákoknak, házi bajnokságot is terveznek a Bonyhádi általános iskolában. Több rendőr az utakon, Tolna megye egész területén számítani kell a fokozott ellenőrzésekre. Csokit, színezőket, ceruzákat, gyümölcsöt és fejlesztő játékokat vitt a Szekszárdi Polgárőr Egyesület motoros tagozatának Mikulás küldöttsége a Tolna megyei Balassa János Kórház gyermekosztályára télapó ünnepén. A csapat adománygyűjtést is szervezett, így anyagilag is tudták támogatni az osztály zökkenőmentes működését. A városi sportcsarnoknál gyülekeztek a motoros polgárőrök, hogy innen indulva bejárják a Tolnai megye székhelyet Szent Miklós napján. A télapó sapkát öltött egyenruhások egy jótékonysági gyűjtés záró eseményét tartották december 6-án. Mi 2020-ban már tartottunk egy ilyet, a Gemenc Motoros Egyesülettel, akkor a mentősöknek vittünk ajándékcsomagot, és most idén jött az ötlet a polgárőrséggel közösen, hogy a gyermekosztálynak tartsunk egy gyűjtést, és lepjük meg őket motorokkal, autókkal, vagy kisebb ajándékokkal. A konvoj egész Szekszárd területén áthaladt, és lépten nyomon megálltak, hogy megajándékozzák a járókelőket és a gyerekeket egy-egy szaloncukorral. A városi túra végállomása a Tolna megyei Balassa János Kórház volt. Nagyon remélem, hogy örülni fognak az ajándékoknak is. Némi pénzadományt is sikerült, mint a Gemenc Motoros Egyesület részéről is ajánlottunk föl, a polgárőrség is, megyei szövetség is ajánlott föl, volt kihelyezve egy adománygyűjtő doboz, azt még nem tudjuk, hogy ott mennyi gyűjt össze, de reméljük, hogy ezzel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a kórház működőképesebb legyen, és a gyerekek minél előbb kikerüljenek. Néhány a gyermekosztályon kezelt kis páciens is kijöhetett az intézményből, hogy közelebbről csodálja meg a villogó járműveket. Az egyesület tagjai az osztály egyik orvosának adták át a támogatói okiratot, az ajándékokat, a gyümölcsöket és az elengedhetetlen csokikat is. Mindenki csak a gyerekekre szokott gondolni ilyenkor. Nekünk ez az első, hogy a gyerekosztálynak, viszont a jövőben szeretnénk azt, hogy a másik osztályokra is kerüljön, tehát akár az idősebbeknek vagy egy idős otthont felkeresni, hiszen ők is valahogy még régen lehet, hogy hittek a Mikulásnak a varázsában, és hogy ezt szeretnénk visszahozni igazából majd minden évben. A kezdeményezés tehát hagyományteremtő, így aki idén lemaradt, az jövőre csatlakozhat majd. A diákhitel egy kamata 2023. január 1-től változatlanul 4,99% lesz, jelentette be a Facebookon megjelent videó üzenetében Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. Eddig több mint 500 ezeren vették fel a hitelt a tanulmányaikhoz. A kölcsön összege havonta egyébként 15 és 150 ezer forint között mozog, vagyis a felsőoktatásban tanulók fél évente maximum 750 ezer forintot kaphatnak. Meg kell védeni a fiataljainkat. A kormány ennek tudatában arról döntött, hogy a lakosságot és a vállalkozásokat követően a diákhitelekre is kiterjeszti a kamatstoppot, így az változatlanul 4,99%-os kamattal lesz elérhető 2023. januárjától. Hangsúlyozandó, hogy a képzési hitel és a diákhitel 2 továbbra is kamatmentesen lesz elérhető a felsőoktatásban tanulóknak. Közel 6000 forint értékű ajándékcsomagot kapnak a 62 éven felüliek idén Szekszárdon. December 8-án csütörtökön a polgármesteri hivatal munkatársai a piactér emeletén várják a szépkorúakat. A kiadás december 16-áig tart majd. Fontos ahhoz, hogy a csomagokat át tudják venni, személyi igazolvány és lakcímkártya vagy meghatalmazás szükséges. Már halmokban állnak a csomagok a piactér 1/A épületének helyiségében. Az utolsó előkészületek zajlanak a 62 éven felüli szekszárdi polgárok karácsonyi csomagjainak kiosztása előtt. December 8-án csütörtökön kezdődik az osztás, és december 16-áig tart. Az ajándékot hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken pedig 8-tól 14 óráig lehet átvenni. 4500 csomagot készítettünk. A csomaggal kapcsolatban azt szeretném elmondani, mindenki úgy készüljön, hogy a csomag 4,5-5 kg súlyú.
Az alpolgármester hozzátette, hogy az októberi regisztrációnak és a gyors beszerzésnek köszönhetően a 4000 forintos csomagok bolti értéke már megközelíti a 6000 forintot. Tavaly 2000 forint volt a csomag, az idei évben meg lett emelve a közgyűlés által 4000 forintra, de most így a beszerzéssel, hogy előbb történt a beszerzés, így a mai árakon már 6000 forint lett volna ez a csomagnak az értéke. Természetesen hát az összetételben figyeltünk arra, hogy tartós élelmiszer és a karácsonyi ünnep hangulatához kapcsolódó termék is legyen benne. Minden egyes lap az igénylők nevének kezdőbetűi alapján lett beosztva. Ez megtalálható és elérhető a szexár.hu honlapon. Továbbá ahhoz, hogy a csomagokat át tudják venni, személyi igazolvány és lakcímkártya vagy meghatalmazás szükséges. A magyarok 53%-a az idén kevesebbet költ majd ajándékokra karácsony előtt, mint szeretne, derült ki egy reprezentatív felmérésből. A megkérdezettek csaknem 80%-a vesz ajándékot idén, és az áremelkedés miatt a harmaduk még többet is költhet, mint tavaly. A válaszadók 67%-a ugyanakkor 30.000 forintnál kevesebbet fog kiadni az ünnepi időszakban. A válaszadók 12%-a mondta azt, hogy csak a gyerekeknek fog ajándékot vásárolni, 9%-uk pedig biztos abban, hogy idén nem kerül meglepetés a fa alá, további 15% viszont még nem döntötte ezt el. Változik a Vosinszky-Mór megyei múzeum nyitvatartási rendje, közölte honlapján az intézmény. Eszerint 2023. április 17-éig a múzeum főépülete, az irodalomháza, a Babits Mihály emlékház és a Vármegyeházán található kiállításai zárva tartanak. Az energiaárak emelkedésével összefüggésben a létesítmény kiállító helyei a fűtési szezonban csak korlátozottan vagy egyáltalán nem fogadnak látogatókat. Hozzátették, hogy ebben az időszakban csak előre meghirdetett programokon látogathatók a kiállítások, vagy a 10 fő feletti csoportok előzetes egyeztetéssel tekinthetik meg azokat. Zsetongyűjtő versenyen nyert 200.000 forintot a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola. A pénzből csocsóasztalt vettek, és azt tervezik, hogy még idén házi bajnokságot rendeznek a diákjaiknak. A szépen díszített karácsonyfa mellé került a most vásárolt csocsóasztal. Ez már a harmadik ilyen játéka a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola aulájában. Szoktunk játszani, de barátokkal általában akár nagy szünetben, akár csak kisebb szünetekben lejövünk, csocsózunk, állítunk bajnokságokat, játszadozunk, jól érezzük magukat. A játékasztal megvételéhez szükséges pénzt az egyik országos élelmiszerüzletlánc versenyén nyerte az iskola. Összesen 200.000 forintot kapott így az intézmény. Versenyt is hirdettünk, úgyhogy karácsonyig szeretnénk, ha a felső tagozatosok párba próbára tennék a tudásukat. Úgyhogy nagyon köszönjük a szülőknek, ismerősöknek a sok-sok zsetont, amivel hozzásegítettek bennünket ehhez az adományhoz. A cél tehát, hogy a Bonyhádi iskolába került a csocsóasztalon még idén házi bajnokságot rendezzenek a diákoknak. Az ittas és drog hatása alatt vezető sofőrökre vadásznak a rendőrök az év utolsó Roadpol akciójában, de a biztonsági öv használatát és a szabályos közlekedést is ellenőrzik a 7 nap alatt. A fokozott rendőri jelenlétre Tolna megye egész területén számítani kell december 5-e és 11-e között. Nem csak az esős utak és a ködös időjárás miatt kell fokozottan odafigyelnie az autósoknak a napokban. A rendőrség ugyanis fokozott ellenőrzéseket tart Tolna megye útjain. Az év utolsó Roadpool akciója Magyarország egész területén zajlik. Ennek során kollégáim fokozottan ellenőrzik azokat a járművezetőket, akik esetlegesen ittasan vagy bódult állapotban ülnek az autó volánja mögé. Emellett természetesen minden szabályszegésre figyelemmel lesznek, hiszen Tolna megye útjain az elmúlt időszakban számos olyan baleset történt, amely halálos kimenetelű volt amiatt, mert valaki a biztonsági övét nem használta. Volt olyan eset az elmúlt héten, ahol konkrétan a fogát hagyta ott a szabálytalan sofőr a jármű kormányában. Az ellenőrzésekre a megye egész területén számítani kell. December 6-án, 9-én, illetve 10-én ez a fokozott ellenőrzések Tolna megyei napja, azonban emellett természetesen minden nap számíthatnak az autóvezetők arra, hogy akár a magasból, tehát akár drónnal ellenőrzik őket, akár pedig személyautóból, illetve gyalogosan ellenőriznek a rendőrök. A rendőrség felhívta a figyelmet arra is, fontos, hogy az év többi napján is betartsák a közlekedési szabályokat, hogy mindenki hazaérhessen.
A szociális tüzelőanyag program keretében 2374 településen mintegy 180-190 ezer rászoruló család kapott téli tüzelőihez segítséget, közölte az Agrárminisztérium. Azt írták, hogy ehhez a kormány 5 milliárd forint támogatást biztosít. A tűzifa több mint 50%-a már november végéig el is jutott az önkormányzatokhoz. Emellett a kormány országszerte hatósági árassá tette a tűzifát, hogy ezzel is segítse a lakosságot a rezsicsökkentésben. A szociális tűzifa program 2011 óta működik, a támogatási keret azóta az ötszörösére emelkedett. November végéig a program keretében az állami erdőgazdaságoktól 1956 önkormányzat igényelt tűzifát, összesen 181.796 köbméter mennyiségben. Az elmúlt 12 évben az állami erdőgazdaságok több mint 1,5 millió köbméter fenntartható módon kezelt erdőkből származó tűzifát biztosítottak az igénylő önkormányzatoknak, hogy minden évben minél többen meleg otthonban tölthessék az ünnepeket és a téli időszakot, áll a közleményben. Rendőrt akarok ma verni, ezt üvöltette a telefonba egy férfi, miután tárcsázta a Tolna megyei rendőrkapitányság számát. A járőrök meg is jelentek a telefonálónál, aki viszont még a helyszínen is erőszakoskodott. Végül bírósági ügy lett az esetből. Egy bátaszéki telefonfülkéből hívta a rendőrséget az erősen ittas férfi. Veréssel fenyegette meg az ügyeletest, aki bemérte a helyszínt, majd járőröket küldött oda. A telefonáló a kiérkező egyenruhásokat is inzultálta. Azt mondta nekik, úgy helyben hagyja őket, hogy mentőhelikopter érkezik majd értük. Az indulatos telefonálót végül sikerült megnyugtatni, igazoltatták és eljárást indítottak ellene. Hivatalos személy elleni erőszak lett a vád. Az ügyben most született ítélet. A szekszárdi járás bíróság hivatalos személy elleni erőszak büntettében mondta ki a vádlottat bűnösnek, ezért 220 óra közérdekű munkára ítélte. Vagyis a rendőröket fenyegető férfi több mint egy hónapig fog dolgozni azért, amit tett. A bíró súlyosító tényezőként értékelte, hogy nem most először csinált hasonló dolgot. A bíróság a büntetés kiszabása során figyelembe vette, hogy a vádlott korábban volt már büntetve, akkor is közérdekű munkabüntetés szabott ki vele szemben, valamint azt, hogy önhibából eredő alkoholos befolyásoltság alatt követte el a bűncselekményt, azonban enyhítő körülményként értékelte beismerő vallomását és megbánó magatartását. Az ítélet jogerős, mert azt a vádlott és az ügyész is tudomásul vette. Stekli Zsuzsa tűzzománc művész 300. kiállítása nyílt meg Bonyhádon a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Az elmúlt 3 év alkotó munkájának eredményét szemlélteti a tárlat. A képek megőrzik az alkotóra jellemző stílusjegyeket, értékeket, ötvözi a színeket és a formákat. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője és Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere is részt vett és köszöntötte az alkotót. Regionális híreink következnek. Költségvetési módosítás Pécsen, több támogatás érkezett a kormánytól. Rászoruló gyerekeknek gyűjtöttek, adventi koncertet szervez a Pécsi Jótékony Nőegylet. Télen is menő a Balaton, a vízen és a parton is programok zajlottak. Bérek, helyi ellátás, kieső adóbevételek pótlása, ezek azok a tételek, amiket 3 milliárd forinttal támogatott a kormányzat. A pécsi Fidesz frakció vezetője azt mondta, több pénz érkezett a vártnál, ez is szerepelni fog a keddi városi közgyűlésen. Ugyanis módosítani kell a pécsi költségvetést. Azonban ez most jó hír az önkormányzatnak, mert a plusz források miatt kell ezt megtenni. Nagyon nehéz évünk van, háborúval, szankciókkal, áremelkedéssel. Ezért nem mindegy, hogy mennyi pénzből gazdálkodhat a város önkormányzata, mondta pécsi Fidesz frakció vezetője sajtótájékoztatóján. A kormány továbbra is segíti a Baranyai megyeszékhely működését, például erre a városnak juttatott támogatások mértéke. Nagyon fontos, hogy jól osszuk be azokat a forrásokat, amik hát nagyon szűkösek, de elégségesek. Ugye ebben nagyon fontos szerepet játszik a magyar kormány és a magyar állam, amelyik rendre az év során
extra többlettámogatást nyújt az önkormányzatnak, ez összességében egyébként most már 3 milliárd forint, ez az eredeti támogatásnak az egyharmadával növelt tétel, tehát hogy 30%-kal több pénz érkezik központi költségvetésből Pécsre, ez nagyon nagy dolog. A többlettámogatás közvetlenül eljut a dolgozókhoz, így segítve a megélhetésüket, mondta a politikus. Többletpénzből jut 300 millió forint az óvodai és bölcsődei dolgozók bérére, a szociális ágazatban dolgozók bérére, vagy akár a gyermekétkeztetésre is. Összességében egyébként ez 1 milliárd forintot tesz ki. Ezen kívül nagyon fontos, hogy ugye a kormány évelei döntésével a pécsi kisvállalkozóknál maradhatott az iparűzési adójuknak a fele, tehát csak a felét kellett befizetni a pécsi önkormányzatba. Ez azonban kiesés volt a pécsi költségvetésnek, azonban a kormány kompenzált, vagyis átutalta a kieső helyi adóbevételt. Októberben így 1,7 milliárd forint érkezett az államtól. A többletbevételek miatt kedden módosítják a város idei költségvetését. Ezt tárgyalják a képviselők többek között a közgyűlési ülésen, tájékoztatott a frakcióvezető. Idén is megrendezte hagyományos adventi koncertjét a Pécsi Jótékony Nőegylet. Az egyesület meghívására a Margaret Island lépett színpadra a Kodály Központban. A koncert ideje alatt is a Nekem Nincs Ebédem elnevezésű gyermekétkeztetési programra gyűjtöttek adományokat. Az egyesület egyébként idén ünnepli alapításának 25. évfordulóját. A Margaret Island adott koncertet a Pécsi Kodály Központban. A népszerű zenekar különleges alkalomban lépett színpadra a Baranyai megyeszékhelyen. A Pécsi Jótékony Nőegylet ugyanis idén is megszervezte adventi koncertjét, ezért keresték fel az együttest. Lámbas Viki azt mondja, örömmel támogatnak ilyen kezdeményezéseket. Nagyon-nagyon kevés dologra mondunk igent, hiszen ilyenkor mindenki megbolondul, hogy akkor mindenki jótékonykodik hirtelen karácsony környékén. Mi egész évben azért olyan szervezetek mögé állunk, akiknek a munkáját fontosnak tart. Úgyhogy megérintett minket, és fontosnak tartjuk ezt az ügyet, úgyhogy ma itt vagyunk. A Pécsi Jótékony Nőegylet az elmúlt időszakban nagy változásokon ment keresztül. Több fiatal tag lépett be az egylet kötelékébe, ezért is gondolták, hogy ezt a generációt szólítják meg. Ez egy mérföldkő a Pécsi Jótékony Nőegylet életében. Nagyon sokféle stílust felvonultattunk már az éves adventi adománygyűjtő gála estünkön, és ez a könnyű zenei koncert egy új stílust képvisel, és bízunk benne, hogy a fiatalabb generációkat is meg tudjuk ezzel szólítani. A Nőegylet emellett idén ünnepli alakulásának 25. évfordulóját. Ebben a negyed évszázadban a legelesettebb pécsi családokon, gyermekeken segítettek. A mostani adventi koncert ideje alatt is a Nekem Nincs Ebédem elnevezésű gyermekétkeztetési programra gyűjtöttek adományokat. Mikulás regattával, karácsonyi vásárral és gasztropiknikkel várták a kikapcsolódni vágyókat Balatonlellén. A hajós versenyen 28 vitorlázó vállalkozott a megmérettetésre. A parton közben 10 étterem és 8 borászat, valamint 2 cukrászda kínálta a térség borait, ételeit. Erős szélben vágtak neki a vitorlások a 7. Mikulás kupának, amely egyben kezdete is volt a téli vitorlás versenysorozatnak. A szervezők és a hajósok szerint ezeken a megmérettetéseken a legfontosabb a biztonság. A réteges öltözet és a mentő mellény elengedhetetlen. Amíg a hajósok az elemekkel küzdöttek a vizen, a parton számos finomság és kikapcsolódási lehetőség várta az érdeklődőket. Köszi. A gasztropikniken a Balaton egészének étel és italválasztékából kóstolhattak a látogatók. Az északi partról is és a déli partról is nagyon szép számmal jöttek éttermek, borászatok, 8 étterem, 10 borászat, 2 cukrászda és 1 pálinka főzde van itt, mind éven át nyitva tartó egységek, és hát nagyon finom ételekkel készültek. A résztvevők szerint a legfontosabb célkitűzés a téli Balaton népszerűsítése. Ez egy nagyon fontos rendezvény, és nagyon fontos üzenet, hogy van egy csodálatos tavunk, mindenki irigykedhet egész Európában vagy a világon rá, és ezt ne 3 hónapig vagy 4 hónapig használjuk, hanem 12 hónapig, mert megérdemli, meg mi is megérdemeljük, hogy itt legyünk. És ezek a rendezvények, illetve azok a vendéglátóhelyek, akik nyitva vannak, és mondjuk itt is szerepelnek, és beleteszik az energiát, azok mind arra mennek, és arra
egy irányba mutatunk, hogy 12 hónapig kell használni ezt a desztinációt. Az elvi célokon túl, mondják a szakemberek, jól megfontolt üzleti cél is a 12 hónapos Balaton. Mindemellett az éven át működő éttermek, szolgáltatások nem csak a vállalkozásoknak, de a településnek is hasznot hoznak. Ezért is fontos, mondják a vendéglátósok, hogy az önkormányzatok is felismerjék a téli programok fontosságát. A hétvégén Balatonlellén nem volt hiány a programokban, hiszen a vitorlásverseny és a gasztropiknik mellett adventi vásár is várta az érdeklődőket, a gyerekek pedig népi játékokkal vagy épp a korcsolyapályán szerezhettek újabb élményeket. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. A gyermekosztályok gyűjtöttek, gyümölcsöt, csokit, játékot és pénzt is adományoztak a motoros polgárőrök. Hamarosan kezdődik a csomagosztás Szekszárdon, közel 6000 forint értékű ajándékot kapnak a 62 éven felüliek. Csocsóasztalt vettek a diákoknak, házi bajnokságot is terveznek a Bonyhádi általános iskolában. Több rendőr az utakon, Tolna megye egész területén számítani kell a fokozott ellenőrzésekre. Szerdán borongósabb időre lehet készülni, továbbra is várható kisebb eső, közben délután már csökken a felhőzet. Északon élénk északnyugati szél fog fújni, délebre mérsékeltebb lesz a légmozgás. Éjjel délnyugat felől újabb felhősödés és a Dunántúlon csapadék, a hajnali reggeli órákban pedig havas eső, kisebb havazás is várható. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!